Sziasztok, itt Amur és az Agrarian Skies Hardcore Questing Skyblock Moddolt Skyblock sorozat 16. része, most tényleg nem emlékszem, csak nem bírtam a bőrömben, és rend a lelke mindennek alapon szépen ezeket a ládákat bekötöttem ehhez a ládához, és ami ide belekerül, az rögtön kiszipkázza az item duct, majd alulról látjuk. Igen, közben készítettem egy alsó szintet is ide. Hát amikor elkezdtem a lépcsőt csinálni, rögtön vagy kétszer lezugtam, jó, hogy mindent tudszomat kipakoltam, csak kő volt nálam. Aztán utána eszembe jutott, hogy a fenébe, hát én hoztam egy csomó ilyen kis fiolát, amivel lehet repülni 2,5 percig egy húzástól. Úgyhogy szépen beszipkáztam belőle, és pillanatok alatt felhúztam ide ezt az alsó placot. Aztán egy kicsit magasabbra, nagyobbra is sikerült a távolság, mint akartam, de hát hogyha ide reaktorokat akarok építeni, mert ez volt az első ötleges cél, hogy az első bioreaktor, meg a második, meg a harmadik, meg majd mind ide kerüljön, ha szükség van energiára. Na minden, itt látszik szépen, hogy ide bekötöttem. Traumatic servót raktam, mert akkor tudok csak whitelist, backlistet csinálni, és itt is szépen az összes láda rá van kötve. Ami bedőjön, azt rögtön továbbítja. Van az utolsó láda, ami nincs felkonfigolva, egyelőre pont azért, hogy ahol másnak nincs helye, azt ide pakolja be. De ami konkrétan megvan adva neki, itt sorban flint, amber, limestone, copper ore, lead ore, iron ore, stb. Ott, hogyha kézzel rájobb klikkelünk, akkor a whitelistén látszik, hogy mit enged be. Ezek a ládába csak a broken iron ore, crushed iron ore, illetve pulverized iron ore jöhet be. Tehát, hogyha ironra van szükségem, időjök ehhez a ládához, és itt lesz a cuccolmány. És így tovább. Amit külön szedtem, az csak a ládába kerül. Ennek köszönhetően itt nem is felkonfigolva, itt csak egy pneumatic servo van berakva, és akkor löki szépen ki a rendszer a cuccokat, ide pedig kerül bele minden. Nem tudom egyébként mennyire lassítja. Hát, igazából mondom, nem fértem a bőrömben, mert hogyha megcsinálom a M-rendszert, akkor nem tudom, hogy ez mennyire lesz egyáltalán felesleges. Igazából a kettő egymással elmehet, mert a ládákat attól függetlenül rá tudom kötni. Nem emlékszem mondjuk, hogy mennyire kell, hogy az aljára kössem mondjuk az M-cuccokat. Nagyon nem is használtam ládákat M-cuccoknál, talán még az elején, meg az M-csesztet esetleg használtam, és akkor azon keresztül adagoltam be a cuccot, amit beledobáltam. Na, mindegy. Egy M-cseszt egyébként mindenképp kell, hogy beleadagoljuk, ha jól emlékszem, a cuccainkat. Tényleg olyan régen csináltam. Egyébként megvan, le van craftolva az access terminál, és akkor ebből tudunk majd csinálni. Csak azt néztem, hogy igazából, ha a legkisebb vinyódival is elkezdek szórakozni, azért ez nem lesz egyszerű. Abszolút nem lesz egyszerű. Szóval nagyon sok nyersanyag kell lesz hozzá, tehát ami normálisan ki nem tudom építeni a rendszert, addig ez kiváló lesz, hogy itt nekem nem kell attól tartani, hogy itt túlcsordul a rendszer és kidobál ide mindent, és akkor alagom van, hogy oda se tudok jóformán menni, ami már előfordult jó párszor. Úgyhogy addig ez a megoldás egyébként abszolút nem drága. A pneumatic szervókban sajnáltam a redstone-t, de hát hál' Istennek már az is kezd lenni. Ezt itt tudom még megnézni, minden a nether ore-okat szántam, de végül is összesen két darab volt, úgyhogy ez lett a mindenes láda. De majd ahogy bővül a rendszer, úgy egyre kevesebb cucc kerül ide, de ez így se vészes választék egyébként. Na igen, például a redstone egy darab nem került ide, pedig annak ide kellene, hogy jöjjön. Sajna. Körbe kell ezt nézni. Ah, itt van egy redstone, csak még nem adagolta be. Kicsit belassult a eltüntetése a cuccoknak. Valamiért. Ez jó kérdés. Igazából egyik láda sincs, remélhetőleg tele. Mindegyikből direkt a fából is vaslátát csináltam, hogy azért még egy ideig elbírja a cuccokat. És úgy látom, hogy ezzel ilyen gondunk nincs is. Egyik sincs tele. Na, ennyivel volt profib a logistic pipe rendszer. Ott, hogyha túlcsordult, akkor arra tudtam megoldásokat. Itt nem tudom, item duct-nál egyébként mit tudok csinálni. Itt az ugye van elég alapanyag, amiből dolgozzon. Tehát igazából itt úgy látom, mindegyik dolgozik, kivéve a hátsó. A hátsó miért nem dolgozik? Majd ránézzünk.
Innen meg most nem tüneleznek el a cuccok. Fúra kiürült egy pillanatok alatt, amikor elindítottam a rendszert, most viszont belassult. Itt viszont hátul kő az van. Ez miért nem dolgozik? Ide abszolút nem jut el a cucc? Mi az ábra? Ide eljut. Itt túl is csordult a szend. Meg a gravel. Na, az lehet a gond, hogy a szendet is továbbadta, amit lehetett, amit melléktermékként akart. Igen, és a dustokat már nem tudja tovább, aha. Itt a dustot azt ki kellene adni, és leküldeni. Ezt megoldjuk. Ezt majd egy item ducttal megoldjuk. Egyelőre sokkal egyszerűbb, ha én kiszedem. Így, és akkor megy tovább a rendszer. Ez volt a második pulverizerünk, ugye? Igen. A harmadikkal már nincs gond, ő megkapja a szendet, és azt továbbítja. Azzal van a gond, hogy bizony a pulverizer az bizonyos eséllyel fogadni szendet is, és ha ezt tovább küldi a rendszer, akkor azt kellene, hogy ezt ne küldje tovább itt a rendszer. Hát egy idő után akkor meg azért fog leállni, hanem az külön adja ki nekem a szendet, amit itt termel, az pedig oldalra adja ki a szendet. Tehát itt. Itt a pirosat adja le. Nem lehet-e így a pirosat. És oldalra meg a oldalra a sárgát fiú így. Na, így elméletileg egy ládát oda kapcsolok, és abba kerül a szend. Vagy oda egy pneumatic servót, amit leviszek, és az rögtön ide adja a szendet az alsóba, aminek semmi akadálya, honnan is kap, viszont itt amúgy is elég lassan kapja meg, ott legfeljebb gyorsabban gyűlik fel, így már van dust bőven, itt neki is tud dolgozni ő is, mert a dust feldolgozása lenne neki a lényeg. Na, ezt oldjuk is meg egyébként. Van nálunk minden, annyi, hogy reston jelet kellene, hogy kapjon. Tehát akkor az a lényeg, hogy az alsóba kapjuk. Nem erre, haver, te mi az Isten csinálsz, emberfej? Na, én vagyok hülye, mert rossz helyen állok. Menjünk le ide alulra, enged. Oké. Persze, hogy rácsatlakozik, én azt tudtam, hogy rá fog csatlakozni, de teszünk róla, hogy máshol ne csatlakozzon, csak ott, ahol nekünk kell így. Ez így elméletileg leviszi. Gyakorlatilag, hogy mi lesz, azt mindjárt megnézzük. Tehát innen a sárgát kiadja jobb oldalt, és ott az a kérdés, hogy a kéket engede be. Nem, de akkor megmondjuk neki, hogy haver, itt kéket fogadj, és hát most nincs szerintem mit fogadni. De mi egy termelődik, az oda le fog jönni szerintem. Illetve hát jönne, hogyha lenne nálunk pneumatic servo, és azt megmondtuk volna neki, hogy mehetsz. Sőt, hát nem is mondtuk neki, hogy innen kifele haver. Az úgy jó volt, ez a kifele, ide meg befele. Így, né. És akkor kell nekünk két pneumatic servo, hogy ez működjön, mert ez így lópikul a fej. A sárgát ott kiadja, ezzel nincs gond, lefele adja a pirosat, oldalra a sárgát, jó. Ő itt mindent leadhat? Nem. Itt megint ugyanaz a helyzet, hogy itt meg dust termelődhet. Illetve most már nem termelődhet, csak termelődött, mert ugyebár ő kapott szendet is. Ez most már itt nem lesz gond. Mert itt... Dehogy nem, hát itt is termelődhet szend. Bizony, hogy termelődhet szend. Tehát itt is le kell, hogy menjen. Csak azt már nem olyan egyszerű megoldanom, basszus. Jó, minden esetre most működik a rendszer. Maradjunk annyi, hogy most működik a rendszer. Ha megint megáll, akkor majd kitalálunk valamit. Most nem akarom ezzel húzni az időt. A szendeket azt itt kell kiszórnia. Itt, igen. Akkor pakoljunk neki egy kis szendet. A dustokat szedjük ki. Én itt is van mellékterméként, igen. Tehát nem tökéletes ez a rendszer, ez most derül ki a használat folyamán, de hát ez így szokott lenni, hogy nem tökély a rendszer, de sokkal jobb ez az automatizált rendszer, mintha én szórakoznék össze-vissza. Ezt a limestone-t ezt dobjuk majd ide, mert engem zavar.
Oké. Okay. Tehát valamihez kellett volna nekem egy szekér steel. Jó kérdés, hogy mihez. És ott megint elindítottam ezt a HiO-vent. És fel is vitte 2500-ra. Ezt ha megkliklem, akkor szintén alulra kerül. Aha. És jó lenne, ha kiadná nekem a Molten Iron-okat. Ijajajaj, vöröskő. Megint baja lesz, és megint csak sima vasat fog olvasztani. Haver, srác, van még itt vörösköved? Van. Igen, az a baj, hogyha nincs meg minden cucc, ami kell az acél készítéséhez, akkor ő sima vasat fog csak olvasztani. Amit meg kénytelen leszek most kiadagolni, illetve nem tudom kiadagolni, mert még van benne acél. Megjuklikkeljük, és ezt rak tele, haver, acéllal, legyen egy blokknyi. Nem emlékszem, az a baj, mihez kellett nekem 30 valahány darab acél, még arra is emlékszem. Valamelyik questet elkezdtem, azt tuti. Na, most add ki a vasakat. Mert van 50 megolvasztott vas, atya úristen, feleslegesen. Amit kiszedünk blokkba. De hogy ezt egyébként miért most csinálom, ezt ne kérdezzétek. Addig próbáljuk meg kitalálni, hogy mihez kellett nekünk olyan sok acél. Acél volt a cél, ez tudko. Hát nem az emerendszerhez, az biztos. Akkor nézzük meg a kezdet, mi volt utoljára. Én azt nem fogom látni, mikor volt, mi volt utoljára megnyitva. De a Steel Provided Flight, valószínűsítem egyébként, hogy itt volt a gond. Steam Room, Heavy Armor Completed. Ezt megcsináltuk. Ahhoz kellett nekünk, és azt meg is csináltuk. Az jó, más a dolog, hogy lehullott velünk a mélybe. The Steelworks allow you to make a large multi-block tanks capable of holding multiple fluids. Oké, obba tudok folyékony dolgokat tárolni a deep tankba. Ez a deep tank kontrollert kellene megcsinálni, hogy ezt a taskot teljesítsük, ez nem nagy dolog. Steam is left and shores of power, it can be dynamos, igen, steam turbinák, big reactor turbina. Pumping water into high oven and using charcoal to heat into a vapor. Use the drains to move steam. Mm-hmm. Tehát ezt a high oven-t ezt tudom gőztermelésre is használni. És a deep tank meg tárolja a gőzt, és az alóba belevezetem, azt a energiát csinál belőle. Turbine housing, steam turbina. Mm-hmm. És kapok hozzá turbine glass, reactor glass-t. Aha, tehát itt már meg kellene csinálni a rendes big reaktoros turbinát. Bizony, tehát nem a kis simát. Tajt még egyébként nem csináltam. Jó, még mindig nem tudom, mihez kellett nekem az a sok acél. Biztos nem kajakészítéshez, akkor Learning to Skyblock-ba volt valami. Hát itt meg igazából, na, csak ilyen zombilős kütyük vannak, amit megcsinálok, oké. Okay. Szinte mindig. Getting rubbery. Jó, hogy ezt is megcsináltuk, ez jó tudni. Ezt miért nem engedi egyébként? Oké. Okay. Szerintem az a baj, hogy tele vagyok, ugye? Nem. Jó, még el vagyunk mind a befőtt egyébként. Szerintem megint elfogyott közben a redstone. Igen, ezzel az a baj. Ezzel az a baj. Most egyelőre melegen tartja a kemencét. És még mindig rengeteg ironunk van basszus a kemencébe. És mindig nem tudok rájönni, hogy ezt miért nem tudom kiválasztani a még revárt bagot. Hiszen teljesítettük. Claim revárt az nem jön. Érte. Task value player needs to supply event is not have to be handed it. Item once. Inventory is enough. Mert most nincs nálam pont. Azt kell neki, hogy nálam legyen. Hiába teljesítve van. Hm? Nem tudom. Megnézzük, egyébként van ilyen fel nem használt plastik még itt. Hol is van? Itt van. Úgyhogy ezt kell, haver. Nem. Na mindegy, ezzel sem szórakozunk. Erre nem tudok rájönni, hogy miért nem engedő, hogy teljesítsem. De hogy miért szerintem már teljesítve van? Illetve... De én Unclaim Revardot
Available completion. De nincs be nem váltott, úgyhogy akkor ez be volt már váltva. Jól van. Ezeket meg igazából nem tudom megcsinálni, mert nem tudom lecraftolni ezeket a tojásokat, mert a Blood Magic-es vonalat kellene elindítani hozzá, ami ez halvány lögőzöm nincsen jelen pillanatban. Úgyhogy tényleg ezt lassan, ezt a Learning to Skyblock-t zárhatjuk, a Hell's Kitchen meg annyira nem hat meg, hogy én most itt kajákkal szórakozzak pár questél, úgyhogy ez a Steel Completation lesz a lényeg. Yeah, Wizard Steve, aha, itt megvarázslogatni kell. Hát na. Begin your journey into the wonderful world of magic. Hogy elkezd az utazásod a csodálatos varázslás világába. The sorcerer you will acquire special tools, speciális szerszámokra van szükséged. A vérmágiához szükséged van, Power of your life essence. Oké. Cast spells and create powerful artifacts. Itt a saját életteremet használom fel. Légy óvatos, ne hallj meg. Köszi. Talomcraft starts with a bookshelf and a wand. Right click your wand and the bookshelf to create the Taumikomil all of information needed for progressing so let's go content inside the book. Itt el kellene készíteni ezt a Taumikon könyvet. És itt le is írja, hogy hogy tudom megcsinálni. És akkor lesz ilyen sacrifice a dolgunk. Towncraft starts with a bookshelf and a wand. Bookshelf and a wand. Right click your wand on a bookshelf to create a Taumikon. Honnan szedek ilyen vendet? Akarok én ezzel foglalkozni egyébként. Mindig is utáltam a tankraftos dolgokat. For the horning itt mit kell csinálni? Did in a world generated out of nothing, creators need materials and you only choose and if you're collecting said materials. Na, ez nem olyannak tűnik. Storage vars, na, na. Better barrel. Structural MK1, Oakwood planks, storage upgrade. Na, ez a része tetszik. Ha elkezded gyűjtögetni a cuccaidat, akkor a basic chestek nagyon gyorsan tele lesznek. Bizony, iron chest provide a bit more room. Az iron chestek kicsit több helyet ad. De igazából a barrelek és a jabba fog segíteni nekünk. You can easily make for shorting and storing materials in large quantities. Nagy mennyiségbe fogunk tudni tárolni, és az upgrade-elhető. Redstone szignálra reagálhat. Full and event to void items. Okay, you can lock a jabba barrel by snake right clicking on it. Le tudom zárni. If it is empty when it's locked, we will not damage. És akkor nem fogad magába semmilyen itemet. Long accept. Aha, és ezzel a dollival, ez a kis tologatós tudsz, el tudom mozgatni most már. Ez egy jó dolog. Upgrade the storage amount of barrel you will need to apply structural upgrade. Na, mire bekötöm a ládákat, akkor arra találunk jobbat, ugye? De itt vajon később behozza az emerendszert? Bizony, itt van rögtön. Na, akkor ezen a vonalon indulunk el, mert hogy emerendszert akarunk amúgy is képíteni. Bizony, 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 bizony. Hát akkor kezdünk tényleg egy ilyennel, hogy Better Barrel csinálunk hozzá egy Structural MK1-et és egy Storage Upgrade-et. Oké, kezdjünk egy Better Barrel-el. Hát szerintem nem kell sok minden, mondom én. Better Barrel meg is van. A lekraftolása, egy csomó wood, egy láda és egy sali. Na, ilyet megcsinálunk. Ilyenünk szerintem van valahol, és szerintem ugyanolyanból kellene lenni. Valószínűleg úgy szokták csinálni. Na mindegy. Haladjunk. Itt van valahol egy csomó fánk, amit kaptunk egyszer egy... Oké.
akkor úgy kell megcsinálni, ugye, hogy kell egy ilyen slab. Akkor csináljunk ebből egy slabet. Ez megvan. És akkor rakjuk ebbe, kell lesz egy láda is. A ládának ugyebár nem kell ugyanabból lenni, ez úgy is látszik, hogy miből van. Oké. Okay. Megint vagy 15 perc megy a rész, de az még bele kell, hogy férjen. Mutasd nekem úgy. De is slab, és akkor jönnek körbe a fák. És meg is van a Battle Bar előnk. Ez eddig is oké. És kell hozzá valami upgrade. Igen. Fú, de itt van annyi upgrade, hogy ezt még megtalálom, holnap este lesz. Hogy nézett az ki, valami ilyen jobbás dolog volt. Storage upgrade kell nekünk, igen. De szerintem az alap storage upgrade kell. Nézzük meg ezt a könyvet. Igen, storage upgrade. Ez pedig a Structural MK-ban is kell. Storage upgrade és Structural MK-ban. Ez a storage upgrade-ünk. Fú, hát ehhez kell egy Better Barrel, meg két piston. Hát jó van, haver. Köszi szépen, ez úgy tetszik, meg nem tetszik, meg minden, de honnan a francból szedjek ennyi mindent? Kurva helyzet oldal, ez valóban sikerült ezt szednünk. Ezt a fél ből csinálunk egy egészet. Nálunk ma lett ez a hülye plastik is. Jó, még egy élet, amit elbuktunk a alsó szint felépítés, akkor annak egy részét visszakapjuk. Na hát ebben a részben eddig túl sok érdekeset nem csináltunk, de azért akarom ezt a questet megcsinálni, mert utána emekvesztek következnek. Jó, akkor igazából megcsinálhatjuk a többi dolgot, mert hogy az a barát én most nem fogom felhasználni, hanem megcsinálom belőle az upgrade-et. Itt lesz vöröskövünk, itt van vöröskövünk egyébként bőven. Nem is tudom, mi kell lesz hozzá még. Vas, az van nálunk. Fa és kő, az is van nálunk. Jó. Csináljuk meg azt a két pisztont hozzá, ami szükséges. De jó, hogy csak egyet tud legyártani. Miért? Mert egy vörös követ raktál be, emberfej. Nem, nem az volt a hibája, mert még az van. Akkor fa. A fa fogyott el. Akkor azon segítünk. Úgyis ennyi kell neked, haver. Megvan a másik piszton, és most nem emeltelek ezt meg tudjuk csinálni, ugye? Ennyi volt, megvan a storage upgrade-ünk. És akkor 64 stack-kel megnöveli a kapacitását. Jó. És akkor kell még ez az MK1-es akármicsoda. Ezek lesznek, aha. Structural MK-ban awkward blanks. Hogy ezt mit csinál, ez egy jó kérdés. Hát végül is 4 fence kell hozzá, meg 4 planks. Jó, ahhoz csinálni kell kerítést, fiam. Ígyni. Ahhoz meg csinálni kell ilyet. Ez 2. Ez 4 kerítés lesz, így ez megvan. 1, 2, 3, 4, és akkor kell hozzá 4 ilyen Livewood Banks jelen pillanatban, megvan a Structural MK-ban. Jó. Srácok, a quest teljesítve. Claim Reward. Kaptunk egy full életet, és megint van akkor 14 ezzel. Csak nézzük meg, hogy nem erotten. Nem. Újra 14 életünk van. Reward bagot azt most azért nem, mert először kipakolok. Mert tele lesz. Nagyon a cuccos. Addig leállítom. Oké, okay, szétpakolgattunk. Kaptunk Copper Beech Saplingot. Ez mit tud? Munkanugenom. Nem tudom, mit csinál ez a fa. Copper tudnék róla leszedni. Nem kizárható. Na, majd kipróbáljuk. Megüppel baládában most, na, ez van kéznél. Oké, nézzük a következő questet, mert elméletileg
Szóval megcsináltuk, meg is kaptuk a Revelből, és akkor is úgy mutatja, hogy jó, most már rájöttünk. És akkor következhet a Digital Storage. Pretty soon you are going to need even more storage and crafting ability. Igen, ezeket meg is csináltuk, és a crafting terminálon van a hangsúly, meg kell hozzá export-import busz is. Nem mit a kaptánk? Két élet. Mondjuk az durva. Az más dolog, hogy most már ilyen gondunk nincsen. Mit ír itt róla? Ezt majd elolvassák, tehát kéne elolvasom magamba. Jó, hát igazából a lényege az, hogy ezekkel az export-import buszokkal tudjuk bekötni a rendszerbe bármilyen tároló eszközünket. Ezt eddig is tudtuk, úgyhogy majd a ládák szépen rákötődnek, meg egyéb dolgokat megcsinálunk, ha lekraftolunk hozzá még hiányzó dolgokat. És ezt meg is tudjuk csinálni, mert nekünk akkor az eme access terminál megvolt, és akkor a crafting terminál kell, ahhoz pedig kell akkor a két üveg, két vas, egy crafting table és egy storage cell. A storage cellhez pedig egy basic processzor és akkor egy silikon. Silikon kell összehoznunk, ahhoz pedig kell megint gumi. Gumifák azok egyre nagy üzembe jönnek majd erre. Lehet, hogy ha benne van az a mód, akkor tudunk egy fa termelő automatizációt csinálni. Mert itt igazából ez elég lassú folyamat. Ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat így. A faszén az kell nekünk a HOM-be. Igazából most már úgy vagyok ezzel az Agrarian Skies-szal, hogy kezd érdekelni, de a saját utamat járnám. Ezek a questek pedig nem mindig arra visznek, amerre én akarom. Úgyhogy nagyon sokat ki is hagynék szívem szerint, nem úgy csinálnám. De hát ezt nem mindig lehet megcsinálni. És a questlős tudnak, ez lenne a lényeg, hogy most már megint nem a stíleket gyártaná nekem, mert de egyébként nincs is miből. Na mindegy, tartsa a hőmérsékletet, hogyha szükségünk lesz rá. Jó, ezzel most akkor ne foglalkozzunk, majd ha lesz elég lesz, mondunk, akkor feláldozunk megint belőle. Mert most már azért kezd alakulni egyébként a steel rendesen. De nem tudom, mihez kellett neked, míg ez zavar, 30-valahány darab steel. De biztos nem a Big Reactorhoz még. Előtte még akartam valami mást alkotni. Na ez egy jó kérdés, hogy mit. Itt van elég kő, van még bőven a lábagyártáshoz. Lassan tele lesz a hordó, akkor majd megcseréljük, mert az meg... Most már nem használunk el ennyi lábát, amennyi termelődik. Ebben még van. Még mindig 79, majdnem 80 vödörrel. Oké, akkor ott tartottunk, hogy nekünk kellett még... Igen, ez a róplasztik. De most megint úgy leszünk a róplasztikkal, hogy elfogyott. És nincs. Mindegy, most még elég lesz nekünk, aztán majd rájönünk ezen aggódni, hogy automatizáljuk valahogy a gumitermelést is. Kell nekünk egyetlen egy ilyen most. Én nem vettem elő ezt, igen. Kell lesz vöröskő is, meg arany is, mert gold processzort kell csinálnunk. És igen, és a két vöröskő kell szélre, és meg is van. Gyorsan bedobjuk a kemencébe, ahol van mivel kiégetni. És akkor az Access Terminálból fogunk tudni csinálni Crafting Terminált. Ez most már innentől kezdve nem nagy ördöngőség. És akkor a quest még akkor sincs teljesítve, mert import és export buszra is szükségünk lesz. Hát az alapokat meg kell csinálni, úgymond. Kell még Centus Quartz, ami nem biztos, hogy van nálunk. De van. Jó. Kell lesz vöröskő is. És akkor a lelke, ez a kis storage cell, ez már elkészül, és innentől kezdve akkor tényleg annyi van, hogy egy crafting table-t, nem mondta, hogy nincs nálunk fa, itt csak van. Itt sincs. Nagyon helytelen. Kell nekünk jelen pillanatban egy craft asztal, és
most már tényleg mindennek meg kellene lenni, meg is van, megvan a crafting terminálunk, és akkor import és export busz kell, azt mondja, és akkor alap kell ezekből, nem a fuzz is, hanem a sima import-export busz, azt mondja, itt van az export, itt meg az import busz. Ehhez is kell egy processzor, meg egy basic export busz, akkor az export buszból kell lesz. Ja, de precízen nekem alap kell, haver, alap. Basic export busz kell nekünk. Ugye? Basic-ek kellenek mindegyikből. Nem, precízen kell. Precízen kell, még jó, hogy megnéztem, na mindegy. Ez nem is nem gond, precízen export és precízen import busz. Ezekhez kellenek az alapok. Amihez kábel kell, interfész kell. Ahhoz megint kábel, conversion matrix. Na igen, nagyon jó az rendszer, de az elején, amíg az alapokat meg nem építjük, addig beleőszülünk, aztán utána majd automatizálni tudjuk még a saját alkatrészeinek a készítését is, tehát ezzel gond nincsen, csak addig jussunk el. Rengeteg processzorra, rengeteg gumira lenne szükségünk, úgyhogy amúgy is szerintem a műsoridővel úgy állunk, hogy több mint fél órás lett megint ez a rész is. Igazából az alaprendszert már összepakolhatnánk, az M-rendszert, egy alapot, hogy legalább valamit mondhassunk, hogy haladtunk ebben a részben. Nem is tudom, hogy ezt hova akarnám rakni, hogy nekem mindig kéznél legyen. Aztán itt az alsó szintről tudunk felhozni neki energiát bárhol. Nem is tudom, hogy hova rakjam. Szerintem valahol ide raknám. Lehet, hogy ezt az arma standet elbontjuk és máshol átpakoljuk, és akkor egy alap elérés azért lesz. Itt ezen a falon. Itt akkor lerakunk először egy eme kontrollert. Nem kap még természetesen energiát. Kell rá egy eme crafting terminál. Igen. És mellé pedig egy eme drive. Alul pedig majd kap energiát, ha megmutatjuk neki, hogy hova is menjen az energia. Így mi. Rendtől látszani fog. Remélhetőleg volt plac is van alatta. Ja, hát hogy ne. Hát persze, hogy nincs. Jó, ezt majd megoldjuk már, ez már nem probléma. Kicsit kibővítjük itt a plecot. Már nem is feltétlen kell, lehet, hogy csak oda repülök, visszakad a áramot, és akkor meg is lesz illetát. Nem is tudom, mert abban az időben, amikor M-rendszert használtam, még ezek a Reston Fluxos dolgok nem voltak, hogy csatlakozik-e egyáltalán hozzá a Reston Flux. Ezt még megnézzük, és utána zárjuk az epizódot, jó? Hát ha azzal tudunk neki energiát vinni, akkor no problémó. Csak úgy kíváncsiságból hozzá csatlakozik-e. Shift-click, cseszik rá, de hozzá csatlakozott, jól van. Csak nem rögtön egy kicsit belassult. Jó, akkor meg fogjuk tudni oldani, hogy energiát kapjon. Hát azt hiszem ezzel nem volt gond, tehát régen is az industrial craftos energiát ugyanúgy felhasználta. Sőt, igen, a harmadik, a Dial of Fent is modpapkos sorozatomban Reston Flux-a hajtottam, úgyhogy azzal se volt gond. Jó, oké. Ez megoldásra vár, de a megoldás adja magát és egyértelmű. Ugyanis Big Reaktor fogunk építeni egy alapot ide alulra, szerintem a következő rész azzal el is megy, hiszen most már steel lesz elég, graphite bart is csináltam, yellowrium ingotot, tehát tényleg a Big Reaktoros dolgok el tudjuk kezdeni. Ezt az eme import export busznak a legyártást nem nagyon erőltetném még, mert nagyon sok alapanyag kell, és nagyon nem jól állunk. Érdekes, hogy most nem szikkáz, nem tudom mit állítottam át, esetleg véletlenül szándékosan, biztos nem. Nem tudom, miért nem működik. Még mindig nem zárom a részt, pedig már ezer évvel akartam, és ez így gázosan hosszú lehet. Hát itt igazából nincs mit beállítani, nem kell a resztonjel, ürítse ki a cuccokat. Ez itt teljesen töké. Nem tudom, mi a baja. Tehát itt
szemmel láthatóan csak gyűlnek a cuccok, holott a legutóbb, mikor kiléptem, mivel befejeztem és indulásra, tehát elindítottam a rendszert, akkor pikpak kiürítette. Akkor nagyon gyorsan ment a dolog. Most viszont valami belassítja. Jó, ez megint a Sherlock Holmes-os nyomozásom része lesz, amit nem kell feltétlenül még néznetek. Sziasztok, Amur voltam.